Jó estét kívánok, legyen műsorban. Nem tudom, elgondolkodtak-e azon, persze miért gondolkodtak volna el, hogy milyen nehéz elkezdeni egy show műsort. Kellene valami meglepőt csinálnom itt az elején, vagy minimum valami mulatságosat, vagy lenne a hónom alatt egy dosszié, amiből különböző érdekes történeteket varázsolnék önök elé, de hát se dossziém nincs, se. Szóval, vagy valami személyes jellegű. Igen, igen, ez jó, én eszem, ez egy jó recept, ha az ember hirtelen magáról kezd beszélni, lehetőleg nagyon elmélázva és hosszasan. Tegnap előtt mentem a Rákóczi úton, szembe jött velem egy nagyon-nagyon szimpatikus úr, kisfiával, a gyerek lehetett 8, maximum 9, 8, inkább 8 éves. Amikor az úr közelebb ért hozzám, láttam, megcsillant a szeme, fölismert. Ez egy biztos érzés, ennyi év után az ember már ezt megérzi. Megszólalt, azt mondta, tiszteletem művész, kívánok, hogy van művész, köszönöm, hogy szolgál a kedves egészséget, köszönöm szépen, és már mentek is tovább. Hallom a hátam mögött, hogy a gyerek is megszólal, azt mondja, apa, ki volt ez, mire a férfi fogalma nincs, nem ugrik be. Azért is örülök különben, hogy majd havonta találkozunk, mert itt talán még a gyerekek is felismernek az utcán. Nekem is most rajzott egy nagyon-nagyon szellemes vicc. Két rendőr áll a pesti oldalon, néznek át a budai oldalra, megszólal az egyik. Nézd, a budai vár, mire a másik. Hadd várjon, első a szolgálat. Ezt tartom én is magam, első a szolgálat. Kezdődjék a show. Szia! Itt ülök egy fekete mellett a presszóban. Gyere le, ha tudsz. Én meg itt fekszem egy szőke mellett. Hát, ha tudok, nem megyek. Ha nem tudok, akkor megyek. Figyelj, látom a tanárnéninek a térdét. Szemtelen kölyök. Hazamész. Két napig ne lássalak. Igazolatlan. Látom a tanítónéni zombiát. Ezt is hallottam. Mars haza, Peti. Két hétig ne lássalak. Intő. Jancsikám, te hova mész? Tankérem, én olyat láttam, hogy idén én már be se jövök az iskolába. Jaj, drágám, én nem tudom, de annyira fáj a fejem. A fejed. Te, már nem is fáj. Na. Ó, édesem, a fogam. A fogam. Édesem, már nem is fáj. Új, tunci mókus a vállam, nagyon fáj a vállam. De, nagyon jó, már nem is fáj. Bocsásson meg, elnézést. Arra nyere, nem gyógyi. Kedves nézőink, bemutatom önöknek Zsír nincs itt-et. Zsír nincs itt. A kínai Ferde szemétterem főszakácsát. Ne haragudjon, ön otthon Kínában is szakács volt? Nem, én otthon nem voltam szakács, én voltam kőműves. Én építettem nagy falat kerítéssel. És hogy lett nálunk szakács? Én itt lettem úgy szakács, kérdezték én, mit csináltam otthon. Mondtam, csináltam nagy falat kerítéssel, erre ahogy értették, hogy csináltam nagy halat kerítéssel. És hogy tetszik itt nálunk Magyarországon? Nekem nagyon, nagyon tetszik itt Magyarországon. Amikor megérkeztem repülőtérre, akkor kérdeztem taxisofőrt, hányan laknak Magyarországon? Ő mondta, cirka 10 millióan. Én mondtam, ez nagyon helyes, kicsi ország, hogy itt az egyik ismeri a másikat. És mi az, amit a legtöbben keresnek önöknél? Szabad asztal 4 személyre. Elmondaná nekünk a receptjét? Boldogan elmondom a receptet.
aki akárhassa, írhatja. Először is kell hozzá egy fa. Fa, ilyen fa, olyan fa. Aztán kell hozzá veszek kalapácsot, kalapács. Mutatom is, hogy aki nem látja, most látja. Csípős fogó, ez a csípős fogó, ezzel lehet fogni csípősen. Kell hozzá aztán még reszelő, ez a reszelő, ezzel lehet reszelni, ezzel a részével nem lehet reszelni. Lehet ütögetni a fát, nagyon szép hangokat ad. Aztán mutatom, itt van fűrész. Ennek főleg a lapjával dolgozunk, tehát így húzigatja az ember, és a húzigatja fűrészel. Ezzel a részével mutatom, bocsánatot kérek, ezzel a részével csak fogni szabad. Nagyon fontos ennek az elkészítéséhez a szeg. Mutatom, itt van ez például egy szeg. Látja, operátor? Igen, nem látja, meg ő látja. Tehát ez egy szeg. Van Jancsi szeg, Kalota szeg, Vár szeg, Palota szeg. Aztán van még, mutatom, van derék szeg, és ez már rögtön egy három szeg. Ez arra jó, hogy így tudom csinálni. Na most elkezdünk dolgozgatni. És ha ezzel így meg volt az ember, akkor veszi az asztalnak a nagy lapja. De hát itt van a nagy, mutatom, nagy asztalnak a lapja. Nagyon érdekes. Csak elkújtam egy kicsiket, és akkor az ember megfogja a szöget, így, és ütögeti bele a lapotba. De hát így tud az ember. Ütöget, csak nagyon szabad. Semmi baj, nincsen az emberi hirtelen tud háromkodni is. Amikor elkészültünk asztalnak a lapjával, akkor leterítjük sarkán hidajas terítővel. Szeretném megkérni, hogy említse meg néhányat az étterem specialitásai közül. Hát étteremnek van specialitása a kantoni csipás, cipős szabarfül, az bumbusz, bambusz rügyivéle van ez díszítő. Nagyon ajánlom még a shanghai diák falatokat tejbe lőve. Végezetül engedje meg, hogy egy híres kínai étel a pekingi kacsa titka után érdeklődjön. Nem tudom, mi a titka. A pekingi kacsának viszont az a titka, hogy nincsen neki titka, mert az volt egyszer egy kacsa, hírkacsa, hogy Pekingben volt kacsa. Mester, nagyon köszönjük, hogy bepillanthattunk a híres kínai konyha inyentségei közé. Én is vagyok nagyon boldog, hogy bepillanthattam a inyentségei közé. A kedves nézőket pedig emlékeztetni szeretném, ne feledjék, hogy a legjobb recepteket íme mindig tőlünk kapják. Kínai ételek után gyomorégésre, telítettségre a 173 gyógyfűből készült nem csak csuklik teját ajánljuk. Kockázatok és mellékgyagyások tekintetében olvassa el a retteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg orvosát, vagy a gyagyát szerezze. Tíz perc múlva Magyarországon ismét itt a Gálvölgyi Show-ban Mr. Fog és az ő sztár vendége. Itt van az összes haverom, zimbel-zum, zimbel-zum, lecsepik-e bum-bum-bum, totál piás már a násik, rájuk öntjük a halásit, zimbel-zum, zimbel-zum, lecsepik-e bum-bum-bum, kezdődik a házi buli, röpköd a sok katyabugyi, zimbel-zum, zimbel-zum, lecsepik-e bum-bum-bum, leesett a hú a rétre, rávagytam az árnyék székre, zimbel-zum, zimbel-zum, lecsepik-e bum-bum-bum. Húzd fel a vitorlát, fordítsd a hajót, korlát új, és új világ felé.
Remélem, én is nagyon hiányoztam nektek. Úgy elszaladt ez a hét. Szervusztok, kiskölyök! Anyád a kiskölyök! Ebből meg annyit mond a lényege! Na, honnan jöttek a piros kalózók? A szegedi csillagbörtönből jöttünk! A piros kalózók a szegedi csillagbörtönből jöttek? Honnan jöttek a sárga kalózók? A sárga kalózók a Váci fegyházból jöttek. Én megkérdezem Kampolcsört, kezdődhet a játék. De hogy már ez a dög mondja meg, hogy mikor kezdjük? Kampolcs is nagyon izgatott, hogy kezdődjön már a játék. A memória játékba kezdünk, de előtt egy varázslat. Lássuk, ki játszik a pirosak közül. Éjjében tüketlen. Na most én válaszok közletek, pirosak. 1563-as, játszanál vele memória játékot? Egyé, mert mi a beacorban? Na gyere, gyere kis kalóz. Hát a sárga kis kalózok közül ki játszik? Én játszom, engedjél meg hosszú. Bravo, bravo, jó, de jó. Na mutatkozz be, piros kis kalóz. Budapesten születtem. 7 éve költöztem le Szegedre. És mit kell tudni még rólad? Összevesztem a faterra. Na azért volt ott más is, látom a szemedben. Aznap jöttem ki a kórházból, vakbélel műtöttek. Apám feltépte a sebeimet. Aha. Az agyamat elöntötte a vér. Aztán az apámat is. Üdek az! Sárga kiskalóz, rólad mit kell tudni? Életfogytogos vagyok. Na azért még valamit. Amikor 18 éves lettem, akkor megfojtottam egy haragosomnak a lányát. Volt egy erőszakos nemi közösülésen, persze feljelentettek, az nem én voltam. A csajnak nagyon jó volt, csak beperelt, és mégis ellenem valott a bíróságon, mert hogy a bratyoma közben összejött, és a bratyoma sokkal jobb volt neki. Figyelem, figyelem! Kezdődjön a játék! 1, 2, 3! Piros kiskalóz, mondjál! Színégy! Cí... mi? E3? E3? Ne jössz megint! D4? D4? És E4? E4? Nagyon jó! A3? A3? C2? Sárga kiskalóz, ne jössz! Igen! Béla egy! Cecil egy! Hát nagyon szép! Itt a hajókül szépen játszottatok, kiskalózok! Bemutatom a zsűri elnökét! Stankovics Anna Mária Nostra. Anna Mária Nostra! Hány fűrészlapot kaptak a piros kalózok? A szegedi piros kalózok 2 fűrészlapot kaptak. Igen! A szegedi piros kalózok 2 fűrészlapot kaptak. Hány fűrészlapot kaptak a sárga kalózok? A sárga Váci kalózok nem kaptak fűrészlapot. A sárga Váci kalózok nem kaptak fűrészlapot. Kampolcsőr azt mondja, ne menjetek el, mert még visszajövünk. Piroska, mi van a kosaradban? Viszek a nagymamának bortkalácsot és kolbász. És mi van még a kosárban? Van még gyümölcs is. Papír nincs. Itt vagyunk, visszajöttünk. Bemutatom a zsűri másik 2 tagját. Bartalos Bertalan, Tökörről jöttem. Tornyai Kálmán, Markus. És most kezdődjék az igaz-hamis játék. Megkérem a kiskalózokat, mutatkozzanak be. Sárga kiskalóz, mutatkozz be. Nem mutatkozok be, érte? A sárga kiskalóz nem mutatkozik be, piros kiskalóz mutatkoz be. Halálátokozó testi sértéses vagyok. Itt a pirosat, hol a pirosat játszottam, aztán egy csávó azt mondja nekem, hogy csalok. Erre én pofán vágtam. Aztán agyalapja lett, aztán képes volt kinyúrni, hogy engem ide a börtönbe jutasson a szemét látom. Nagyon jó. És akkor kezdjük az igaz hamis játék. Húzzátok be a hordókat. Dolgozzik Figyelem, figyelem, kezdődik a játék. A 41-53-as megkéselte a lányát. Mami! Az anyját késelte meg? Így igaz! Tehát nem gyerekgyilkos, hanem anyagyilkos. Na most figyelem, a
23-91-es egy tanyán élve kútba dobta, majd kirabolta a tanya tulajdonosát. Ami! A fejszével csapta a gyor, és csak utána dobta bele a kút. Nagyon jó! Örülök, hogy így figyel, sárga kiskalóz. Figyelem, a 15-41-es kínsavott, itatott élettársa volt. Igaz! Így igaz! Igaz! És aztán a kénysavtól iszonyú kínok között halt meg szegény. Figyelem, a 95-40-es fejbe lőtte a szurdok ménesi kisposta alkalmazottját. Igaz! Nem igaz! Nem igaz! Na, figyeljetek, most nagyon érdekes jön. A 2001-es hajléktalan társát leöntötte benzinnel, és felgyújtotta. Babis kis gácsi, a gázolója öntötte le. Elaz, igen, igen. Gázolója öntötte le, és akkor szegény ember alatt hosszan kilód a szelved, de halt meg. Na most figyelj, a 11.05-ös megölte szerelmét, és a halott lányt a nagy sebességet közeled, forrat elé tette a sírekre. Ami! A csaj még élt, amikor rábakolta a sínekre. Így igaz! Bizony még élt, és akkor fejbe ütött, és a félholt lányt azt tette a sínekre. Nagyon jó volt, nagyon jó. És megkérdezem Anna főtől, hogy hány fűrészlapot kaptak a versenyzők. Kérem a zsíri elnökét, pirosak. Piros kalózok, 2 fűrészlap. Sárga kalózok. Sárga kalózok, 3 fűrészlap. Mi meg ne menjetek el, mert nem sokára visszajövünk. Következik Magyarországon második alkalommal a Krémes Show. Házigazda, Mr. Fox. Good evening. Hát, köszönjük. Marhára örülök, hogy így megint összefutottunk itt. Az az igazság, kisok valak sikere volt a szilveszteri jelentkezésemnek. Annyi levelet kaptam, mint a rosszabb, ami a legszebb, hogy krémeseket nem szeretem a tetejét. Én mindenek csak az alját. Krémeseket küldtem, de k***a sok krémes, ki van tapétáznak rakak a különösen. Na, igazság az különben, hogy külföldről jöttek levelek, külföldről. Volt itt egy faxom valami Franciaországból. Most vagy ez az, vagy kikörülhettem bele a tárgyat. Nem ez az, a lényeg az, hogy azt írták Franciaországból, átveszik az egész műsort, francia krémes címe. Az anyukat! Na, mondok egy viccet. Nem is vicc történet, igaz történet. A dolog, telap megsokkodtam egy villamos. Tudják, mivé változott? BKV. Jó van, na, hagyjál már, nem olyan k***a ideg. Na most, van idézetem mára is. Ez egy marha jó idézet. Mert sokat jártam utána a dolgok. Ha három kérdésre hat válasz adható, Csikónak ügetése Kánaánba vezet. Itt a szerző lehogytom. Ezt így írják a faszit. Na, a másik ügyezet tőlem van, azt mondja, a gyorsvonat olyan, mint a szomszédom, hamar elmegy. Hát ennyit így bevezetőnek gondoltam. Ott is írták, hogy nem elég, hogy a k***anyát, hogy beleírtam megyünk valami szarba. Nem elég, hogy megrepül a kúszorom, hanem még mulatságos is a tepeimbe. Hát erre ment ki a játék. Na most ma lesz az első vendégem tulajdonképpen, de az utolsó vála, foglalkozását illetően borzasztó furcsa foglalkozása van, tulajdonképpen mi? Az mindjárt kiderül, ahogy én legyújtom ide. Tehát, mai sztár vendégem. Bravo, 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 bravo! Éjjel, Viria varázsa. Hello!
Hát parancsol fogom helyet. Annyit még, hogy ezt tegyük el ezeket minden a francba. Nem lényegesek, de mi zsoncik, ne dobd el, mert azban még lehet valami. Hát tessék helyet foglalni, annyit megkínálnám, rögtön mozdultam bele a fémesbe, de ez szó szerint már le van. Na most ez palackát. Nem, köszönöm, nem szabad, mert kiütést kapok tőle. A krémette? Akkor hát, hogy én kapcsolom, akkor mondom. Annyit hadd mondjak el itt még a legelején, ami sztárvendégünknek, hogy ezt a műsort még a Magyar Fogorvosok Szövetsége is ajánlja mindenkinek. Nem az jó kapu. Egy kávét? Kávét nem kérek. Kávét. Köszönöm, magas a vérnyomásom. Arra nem lehet egyáltalán kávét vinni. És akkor mit viszik a kávé helyet? Vizet. Hát én aztán magam alá csúrhattattam. Vizet, mint az állat akkor. Azért pillanat. Álljunk meg, gyerekek, a tapcsokkal, mert ezt ide tettem, hogy azért mégis tudjuk, hogy kivel ülünk itt együtt. Én tudnék még valami rövidet? Rövidet egyáltalán nem szabad, a gyomoridegen van, nem szabad. Gyomorideg? Gyomorideg. Hát nem lehet kutyáta. Magon van, hát mit adják? Na, akkor térjünk rá tulajdonképpen arra, amiről szó lenne, hogy mindenki kurva kíváncsi. Mi ez a body? Body. Ez body. Bodyguard. Az olyan, mint a body Mary, vagy mert azt is vettem, body Mary. A body Mary, vagy mi? Mit jelent a body? Bodyguard. Bodyguard az a testő. Hogy tehát akkor, hogy maga védi valakinek a testét. Hát igen. Na hát ne kerülgessük a testét, az anyja. Na most Balogh úr, mert azért most Balogh úrnak a testét. Na most azt kérdezem már meg, hogy egy ilyen testőr mondjuk, aki egy szép egészséges állapnak néz ki maga, hogy ennyi baj van, hogy ez hogy kerül ki a válaszolda. Tényleg ez haladszik a látni? Nem szabad, nem. Fingok is tőle különös. Mert lesz egy ilyen műsor, hát beszéljünk azért még a betegségekről, mert elgondoljuk az a betegség, hogy... Potenciazavarok vannak. Ne jöjjük. Iszonyú erejű potenciazavarok. Ilyen fiatalok. De én még felállok. Nézd ide! Ez igaz. És valami záró jelentés, vagy valami lószak. Az aranyeremről van. Én teljesen, én ilyenkor, én azt, amikor a közönség jön velünk, érted? De jönnek, hát nézd az... Aranyéről. Ne őrjék. Lehet, hogy a herémet vették ki. Ne varázskodj már, ne! Hát akkor rájön és kézzel bejárni dolgozni, igaz? Mert kilenc is csak a tökölődés folyik. De figyelj, de és akkor tényleg vissza még erre a balog dologra, hogy... De ez mi ez valami? Ez a széklekedés. Széklekedés. Ez egy testőnek ennyi szar baja legyen, ez nem semmi. Figyelj már rám, egy pillanat csak le kell lövíteni magamat, mert ez meg odalagadt egy életre. Azt kérdezem meg, tehát így Balogh úr testőnek ér. Hogy te vigyázol rá, hogy el ne üssék, ő ne robbantják. De hát te védett tulajdonképpen Balogh uram. Én ezzel az egészségi állapota, hogy tudnám védeni? Te mit csinálsz akkor? És akkor én hogy van? Ő jó, nagyon jó van, Balogh úr, jöjjön! De várj, ő megvédi magát! Ő, na, hogy megvédi magát! Ezt nézzük most meg! Ez lesz a sok szólyam! Hogyan mi? Balogh úr, csúszom meg! Tessék, ő Balogh úr! Tap, francban vannak a közben Balogh úr! Hát Balogh úr, tapoljuk, mert ez milyen jó fogja a krémet, az anyja! Megkínálhatom valamivel! Hát csak egy palatot a rossz éján keresztül írni. Hát köszönjük szépen, ez volt már a csóvizos látás. Örülök, hogy így összefutottunk. Azt hiszem, ez egy nagy este volt. Én arra kérek mindenkit, egy hónap múlva legyen itt a közelgyi előtt, és akkor újra a csomkója, a Kréler Csó. Mit szólnál hozzá, hogyha először a kezemmel kezdeném? Nem ellenkeznék. Akarod, hogy két kézzel csináljam? Oh. Szeretnéd, ha nyelvel is? Oh. De! Újra itt vagyunk!
Mielőtt sztár vendégeid következnek, hallgassuk meg a csata kiáltásokat! Először a sárga kalózók! Rövök vagyunk, itt rohadunk! 20 év múlva szaladunk! Házon ülünk, szájunk tátva! Kérjenek már, hogy jön a látva! Sárga szinten élni fogunk, akkor is, ha nincsen fogunk! Gyilkoltunk már eleget, nem bírjuk a meleget! Sárga kalózok, és akkor most következnek a piros kalózok. A szegedi paprika csípős, mint a nyelvünk, piros színben vasilagból meg kell ezt gyennünk. Tolvaj vagyok. Én meg rabló. Igen, színes ez a tabló. Gyilkos vagyok, ő meg szatír. Leírnánk, de nincsen papír. Lerúgjuk a fejeteket, keressük a helyeteket. De az elsők mi vagyunk, akkor is, ha ki vagyunk. Ismerjük, nagyon jók voltak a nyelvmondatok, és most következik mai adásunk sztár vendége, a Mária Rosszai asszonykorú! Édesem, sokat gondolok rád. Sajnos találtak egy foltot a tüdőmön. Csontritkulásom van, és kiújult a gyomorvérzésem. A lépem megrepett, a gégemetszésen túl vagyok. Azért aggodalomra nincs okod. Jók a fogaim. Laci. Amikor megláttam a szemed, rögtön tudtam, hogy jó lesz veled. Ahogy kezemhez ért a kezed, lila lett az egész világ. Gyönyörű volt a barna hajad, és izgató volt minden szavad. Amikor nekem adtad magad, lila lett az egész világ. Nem mondd, hogy mindig, soha. Ne mondd, hogy rossz volt, de az sem csoda. Ne mondj most semmit, sokszor. Ne szólj egy szót sem, még félre értelek. Nagy tánc! Ne mondd, hogy mindig, de az sem másod. Ne mondd, hogy rossz, de az sem csoda. Ne mondj most semmit! Sok a szöveg! Ne szólj a szúcsomat! Még félre értenek!